Hello, készüljetek, beköszönés! Jó reggel, Vietnám! Üdv a csatornán, képen jelentik a következő csodálatos farming szimulátor 19 1 milliárd euró kihívás és videó sorozat következő részével, és képzeljétek, gameplayen kívül sikerült leraknom a hatodik csokollát, és ki szombat reggel van, és a 60. rész, ami több dolog miatt is érdekessé fog válni. Egy az, hogy ugye tartozunk a uzsorásnak 150 ezerre, az vissza kellene fizetni, ebbe a részbe, meg még sorskártya nap is van. Úgyhogy vágjuk bele a lecsóba, hogy tudjuk haladni, mint az őrültek. Gyerekek, jó. jó. Neked is van elmeszed, keeper. Na figyeljetek, át kellene vinnem kettő raklapot a másikba, meg kellene bele vennem tikokat, meg kellene bele vennem búzát raknom. Mert ugye, hogyha pörgetünk az időben, hogy beérjen a gabona, akkor a szója, akkor ugye már itt is termelődne nekünk valami csodálatos anyag, tojásanyag. Egyébként azt nem hiszem el, hogy tonyásnak hívják borsodban. Bandika szoktam mindig mondani, hogy tonyás, hát én nem tudom, valahogy nem hiszem el. Csirkefehér, várjátok, meg kell nézni egyébként, hogy mennyi termelődött be. 424-re felment, 26-ra, 24-re, de jó. Csirkék tisztelődött. Jó van, oké, nyugodjál meg. Egyébként attól félek hogyha szaporulat van, akkor nem az van, hogy akkor a tojást nem kapom. Mert a tojásból kerül csirke, akkor lehet, hogy nem lesz plusz tojás. Lehet, hogy több tojást termel, ha nem szaporítom. Ez egyébként ez egy nagyon sokat gondolkodott a képer, de először is, csináljuk a dolgokat. Csináljuk a dolgokat, és végre ugye csak nyomnom kell a gombot. És nem is tudom, mennyi. Igazából 20 ezerünk van, annyira fogunk csiked venni. Szóval olyan túl sokat nem fogunk tudni venni. 400 darabra tippelek, hogy azt hiszem, hogy 20 ezerbe került 400 darab. Ha mindegy, igazából tojnak tojás, nem tojnak tojás, belepörgetünk az időbe, legalább akkor fölmegy majd a szaporítás, rátájuk 500-ig, valószínűsítem ezt a dolgot. Egyébként mennyi pénzünk van? Ott van 20.600, szóval addig tudunk gazdálkodni. Nagyon nem akarok semmit venni, szóval nyugodtan elköltetjük az összeset, úgyis most pénz jön be. És ebben a részben mindenképpen vissza kell adni Várja, így nem? Várja, és külön egy kokas is? Vegyünk egy kokast, azt ennyiért vettünk. Jó, 390, ennyit tudtam, mert ennyi a 20 ezer gyerekek. El is fogyott az összes pénz a képernek, már megint 527 eurója van. Ott Isten, olyan komolyan mondom, mindig itt izé van. Mindig itt válságos helyzetek vannak. Na, írta egy ember, bár szilárd meggyőződésem, hogy ez a pót, ez lefele ürít, ugye, mert igazából ilyen külön szekciók vannak, amikbe gyakorlatilag így belefolyik a cucc, és akkor ezek olyan pótok szoktak lenni, hogy középen gyakorlatilag ilyen gravitációsan, ugye ezt nem emeli meg a 60 tonnát hátrafele, hanem kifolyik alul. Ennyi. De írta valaki, hogy ne zavarjon, hogy ez a pót ez hátrafele ürít. Hát én megmondom őszintén, ezt nem tudom elképzelni, de próbáljuk meg. Aztán, hogyha nem sikerül, akkor megcsináljuk azt, hogy megpróbálok odaállni, úgyhogy hát kellene a tikoknak enni, ennyi-annyi, ugye, hogy minden szuper legyen, ott meg milyen, jó, ott az ifa, jó vagy, oké, semmi gond, gyerekek, ja, kéne a tikoknak enni, minden egyben ugye van, csak ebben az egyben nincsen, nincsen, de várjátok, megpróbálok úgy odaállni, hogy ez én nekem szilárd meggyőződésem, hogy ez alul rip, és igen, és igen, alulürét látod? Látod-e? Írta valaki csoda. Ott nyílik ki. Ennyi, ugye ez így működik. És az a baj, hogy a többi pautot nem fogom tudni ezzel tölteni. Ki írta valaki, hogy miért akarok annyira átrakókocsit, ha egyszerűen normál pauttal is meg tudom csinálni. Átrakókocsi tök jó. Van ugye olyan átrakókocsi, amelyik nem is tudom mennyi, 70 ezer literes, ami többek között lehet portkacsinek is használni, meg plusz még ugye tud szüríteni is szépen, hosszú csővel. Akárhova, szóval az átrakókocsi az egy hasznos dolog, főleg, hogyha egy telepre akarod elhelyezni, mert abba ki tudod engedni a gabonát, be tudod engedni, máshova tudod engedni. Szóval az olyan, mint egy mobil siló, az átrakókocsi, ugye? Úgyhogy az tök frankó dolog tud lenni, hogyha a belegondolsz, és azért gondoltam, hogy átrakókocsit gondolnék a TS telepemre, ahol állatot tartunk, mert biztos lesz olyan szituáció, amikor jól fog jönni. Vágod, csótány, vágod. Jó, megraktuk a tikoknak a izéjét, az elemózsiáját, ezt megpróbálom valahogy betonni oda, okosba, ilyen esti lacikát kell nézni ahhoz, hogy ez így működjön. Az ifát egy kicsit meg, a dukkót egy kicsit lehet, hogy megcsaptuk,
okosba, de azért elégésége. A tükröt letölte róla a képet. Na figyeljetek, azt a innen már el fogok szabadulni a pokol. Egy nagy baj van, hogy nem tudom, hova fogom tudni rakni a szauját. Gyerekek, hát nem lesz itt egyszerű dolog. Na jó, mindjárt gondolkodik a keeper, jó? Igazából már ki is gondoltam, hogy hogy lesz itt az egész szituáció. Megy az idő, jó? Van időpörgetős indulhat. Ugye a legfullosabbra, mármint ugye a növekedési stádium az legyen a nyérre menjen. Addig nem tudom, szímszorra fepattarok, azt megyek mindjárt egy kör, de nem. 524, nagykereslet istáló. Hát az istálónál biztos, hogy olyan dolgot vesznek, ami nekem tök nincsen. Szalmát vennének, gondolom, de hát az nekem meg van nincsen. Igen, pont a szalmát akkor veszik, de egyébként 161 euró, nem olyan túl nagyon. Ugye, ami alacsony áron kell el alapba is, az ugye százalékosan sem tud annyira megnövekedni. Ja, szuper gyerekek. Tök jók vagyunk. Remélem, hogy nem felejtettem el semmit, mert egyébként pörög az agyam, mint az állat. Jó, hát ugye azt meg kell várni. Ez valószínűleg, hogy minimum 2 nap, hogy beérjen 100%-ra, plusz még ugye beérjen ilyen nagyon jóra, és úgy fogjuk learatni. Várja? Igen, és most érik be ilyenre. Úgyhogy egy nap biztos, hogy még lesz dolog. Hogy még egy napot kell várni, de mindjárt rá is nézek gyerekek, hogy mennyire van betakarítás kész. Harmadik stádiumra akarjuk, ugye? Igen, reggel megállítjuk, azt meglássuk, hogy mi lesz. Ja, hát igen, borultak le, már mínuszban vagyunk, ne szórakozz, mínuszban van a képer. 1 milliárd euró, ne szereked. Mínusz 500 euróban van. Így aztán nagyon nem kell csinálni semmit, várjál, oké, várjál, leállítsuk-a. És akkor megnézzük, igen, növekedési stádium, még a 2-es fokozatom van. A 2-es fokozatom, nem, várjál, melyiken van most? Ez a nyíl fokozat, ugye? Ez a legsötétebbnek tűnik, az a baj, olyan színbaj vagyok, de szerintem ez nem a legsötétebb, rohadtul nem a legsötétebb, úgyhogy még egy picit pörgetünk. Ez nem a legsötétebb volt. Mondjuk egy eddig, azt meg ránéz a keeper. Szerintem ez nem a legsötétebb, ugye? Mondjátok, hogy nem a legsötétebb. Hát, baza. Szerintem nem a legsötétebb egyébként, elmondom nektek. Ah, most lett a legsötétebb, jó. Oké, és akkor már azt csinálja a keeper, hogy megnézzük, mi van a tyúkoknál. És akkor onnan tudunk esetleg tovább gondolni helyzeteket. Meg a tyúkokhoz be tudnám öntözni, ugye? Ugye, mert most meg a tyúkok azok megzabáltak egy csomót, és egyébként nem gondolkoztam, hogy lehet, hogy akkor be tudom öntözni nekik ezt a kis kajácskácskát. Meg ráadásul van egy csomó, és közben össze-visszorak, de viszont tök mindegy, mert ugye, jaj, gyerekek, és mennyi tyúkunk lett? Föl is ment, amennyire akartuk? 499, tök jó, ez meg 380 bele mennyire. Figyeljetek, eladjuk a tojást. És a tojás eladás az iszonyatosan gyors fog lenni. Azt megfogjátok. Lát, figyelj, ezt 810 valamennyit is elviszem. Ezt akkor üres raklapok lesznek itt, nem? Na mindjárt meg fogjátok látni, milyen kajak módon fogja ezt a keeper megoldani. Hát. Jó, az menjen ki. Ez is menjen ki. Itt miért ilyen kevés tojás volt? Itt jó kevés tojás volt. Tök jó, hogy látni, hogy melyikben van. Ez annyira baráti dolog, nem? Nem kell vele szívnod, hogy hogy jaj, most melyikben van, nézegetem, nem nézegetem. Konkrétan abban, amelyikben látod a tojást, azt érdemes elvinni, mert lehet, hogy ebben is egyébként van ilyen nagyon minimál, de ugye, hogyha nem éri el azt a nem is tudom hány száz darabot, akkor ugye nem mutatja. 700, jó, amelyikben látszik a tojás, azt el fogjuk vinni. Ugye tök jó, mert most így gyakorlatilag annyit kell csinálni, hogy ide kiszórom az ajtóba. Nem is kellene olyan nagyon messze, ugye, hanem ide konkrétan ide kiszórom. És, mert egyébként innen bentről nem tudja fölvenni az autolót, ezért elég messze van neki, de viszont ide kiszórom, akkor ugye gyorsan föl tudjuk kapni. Gyorsan eladjuk, nem tudom, hogy mennyibe megy egyébként. Azt lehet, hogy érdemes lett volna megnézni, mielőtt ide kiszórom a raklapokat. Nem mindjárt ránézünk, gyerekek. Ugye azért nagyjából a tojásnak már tudjuk az árát, hogy mennyibe szokott. Hát ez nem sok. Úgyhogy ezen muszáj pörgetni a keepernek. Úgyhogy bocs, ez fakeresz, de most azért nem fogok idejönni szarul eladni tojást. Ezek valószínű, hogy fölfele fognak menni. Rövidesen, és akkor még több tojást tudom kiszórni. Sajnos, ja.
Kicsit várni kellett volna a tojás meg kellett volna nézni először a tojást, hogy mennyi. De miért nem megy fölfele, vagy valami változhatna már, nem? Hát induljál már, meg, na végre megindult. Ugye olyan 5000 fölötti tojás árba fogok eladni, olcsóbban természetesen semmilyen körülmények között nem. Mert hát az nagyon nem éri meg. De látod, 5300, 5400, 5500, és már is megállítottuk. Közben meg valószínű, hogy még termelődött egy csomó tojás. Azokat is kiszórjuk, gyerekek. Látjátok, remélem, és tényleg, tényleg látjátok, hogy konkrétan én nem pörgetek időt úgy, hogy hogyha nincs értelme, csak akkor, hogyha van. Hűbe az ebben egy tojás, te rohadt élet, hallod? Ezt nem tudom fölkapni valahogy úgy, hogy mondjuk ezt így megdöntöm, vagy mint hogyha fölmerném, mert igazából kinézem olyan. Hallod, férjébe testvére az úrban. Nem tudod, hogy így mit tudom én megdönteni? És így fölmerni nem lehet? Ó, te fiú, hát akkor ezt bele kell szórna. Nem olyan nagy pusztán, mert igazából, hogy... Hoppá, nem találtad neki föl. De beleesett, jó van, az is beleesett. Figyeld, milyen jó, pakolgatja bele, tök jó. Úgy gyerekek! Ne, és bebagolt. Jó, most bagolt be. Most bagolt be, tudjátok? Tudjátok, jó? Megint bevagolt. Nem tudsz fölvenni. Tök jó. Á, ne hallod. Nem tudsz fölvenni. Nem tudsz fölvenni semmit. Semmit, abszolút. Nem működik. Á, nem hiszed el, komolyan mondom, miért csinálja ezt? Ezt nem tudom, miért csinálja a játék, mert így bevagoltatja, aztán utána nem tudsz fölvenni semmit, úgyhogy kilépés a játékból. Nem baj, gyerekek, legalább pörgetünk egyet, úgyis kb. Annyi az idő. Aztán ideje van. Aztán akkor folytatás innen mindenképpen. Hát ilyenkor ugye kilép az asztalra örömünkbe, csak jó. Pörgessük is, keveri a keeper, azt megpörgetjük. Csak nehogy a krasz! Csak nehogy a krasz! Ha éppen van munkásod, akkor az egyik leszívta a gépből az összes üzemanyagot, és megszökött. Jó, az nem számít, pont nem volt munkásom. Mázli van, gyerekek, ez meg töltődik be nagyon szuper. Igen, jó, hát ezt nagyon megúsztuk, mert ugye, hogyha ez körülbelül 10 perc később történik, akkor ugye már az egyik kombájnunk az ugrott volna, és gyakorlatilag meg, az a lényeg, hogy az a munkás így kiesik, és ráadásul eltűnik az üzemanyag a gépből, szóval meg kell tankolnunk mindenképpen. Jó, hát ezt megúsztuk, de ez nem nagyon örülök neki, hogy ez a kéz dolog, ugye, hogy a kézzel pakolás, így megszűnik létezni, és ez nem azért, mert ugye... Lumberjack mód miatt, hanem gyakorlatilag semmit, még azokat a tojásokat se tudod fölvenni, amik ilyen nagyon könnyűek. Szóval nem csak a nehéz tárgyakat nem fogod tudni akkor ilyenkor piszkálni, hanem ugye a könnyű tárgyakat se. Szóval ez egy eléggé idegesítő dolog. De semmi gond nincsen, mindjárt csináljuk tovább. Legalább meg volt pont a sorskártya, úgyis elfelejtettem volna a keeper. Hú, egy kicsit túlságosan pörgök, igen, 2 darab kávét bevert a keeper, mint az állat. Szombati nap van, ilyenkor szombaton egyébként mindig, hát mármint úgy értem, szombaton kerül ki, péntek este van, de ezek a szombati részek nekem mindig ilyen extra jók, mert igazából akkor 3 rész kerül föl, és nagyon sok mindent tudunk csinálni, és van haladás. Mert ugye például ezt a... Az alakítást, ugye, amikor csináltuk ezt a platformot, ezt a koporsót, ezt is ugye már csak néhány nappal előtt csináltam meg, csak egyszerűen nem tudok haladni, mert ugye olyan lassan jönnek egymás után a napi egy rész, és emiatt azért vannak itt ilyen problémák. Gyorsan, akkor menjünk aztán. Aztán ide el kellene vinni ezt a tojás mizériát, remélem, hogy minden oké, nem tűnt el semmi tojás, mindig attól félek egyébként, hogy aranyat érő tojások eltűntek, vagy nem tudom, ilyesmitől tartok. Na, mi a szituáció, gyerekek, valószínűleg, hogy még itt keletkezett ugye tojás, lehet, hogy akkor azt nem is pakolom basszus azokat a piciket, mert lehet, hogy attól lett bajom. Na, mi van, be vagyok szorulva ide, apám. Nya, lehet, hogy az cseszett nekem oda. Amik a kicsi dobozok ugye amikor voltak, úgyhogy azokat hagyom a fenébe. Elkezdtem ezt pakolni, aztán nagyon nem tetszett az engine-nek.
Ezt eladjuk, aztán akkor mindjárt tudunk ám vásárolni. Csomó mindenben gondolkozok, lehet, hogy veszünk egy... itt történt az esemény, hogy belepakoljuk ezt okosan, így nem dobálom. Lehet, hogy a dobálás cseszett oda neki. Nagyon félek. Ez tök szar, mert ugye ki kell lépned teljesen, meg visszalépned teljesen, nem tudsz egyszerűen csinálni vele. Akkor tud megjavulni. Jó, megoldódott. Igen, és itt meg ugye már kiszortam talán, és akkor jöhet a cross. Jó, ott van egy darab tojás. Itt meg van egy darab tojás. Oké, meg hát ugye tojnak tovább, szóval nem kell itt izélni, megőrülni. Jaj, nem kell megőrni azt, hogy itt keeper ez megvan őrül helyes mértékben. Jó, akkor ezt meg ugye le kell akasztani, mondom, elindítani. Autolód, aztán adjuk el. Várjatok, ugye mentettem egyet, remélem, hogy nem csesződött szét a tojásá, 5500, jó. Második értékesítő állomás, az meg pont ott van, ugye? Ahova szoktuk vinni. Idő nem pörög, tehát 5500-ba eladjuk a tojást, amelyik iszonyatosan jó, tehát ilyen raklapja 55000 körül van. Jó, inkább kevesebb, 52000 körül van. Viszont van egy csomó raklapunk, úgyhogy tök jó. Ilyenkor ugye szépen autóladot bekapcsoljuk mindjárt. Egyébként lehet, hogy az Ural tényleg jobb lett volna, mondtátok, hogy az Ural lehet, hogy jobb lett volna. Lehet, hogy fogunk cserélni majd, tehát ugye kitapasztaljuk a gépeket, szóval. De nézzé, testvérem, az Urba. Mondjuk lehet, hogy messze van az. Oké, jó van, fölvette. Azért fordultam ide, mert nem elég messze volt. Egyébként lehet, hogy kivenni onnan bentre is, csak az a baj, hogy akkor az üres raklapokat is. Meg lehet, hogy egy kicsit idegesítő lenne. A kettő között le kéne suhanni. Oké, gyerekek, akkor vihetjük is. Hát ez nem tudom, 18 raklap. Amíg félig is van minden egyé, az azt jelenti, hogy akkor 5000 darabján. És akkor 18-ra, hát ja, várj, 5000 darabján. Úgyhogy ez körülbelül van olyan 100000 tojás. Úristen, mi van? És akkor 100-szor 5000, akkor ez egy olyan fél millió. Ez egy olyan minimum fél millióba tudunk számolni, gyerekek. Plusz még ugye ott lesz a gabonánk. Egyébként én nagyon gondolkozok egy átrakókocsin. Egy átrakókocsi, meg igazából nagy, mindenre gondolkozok, nem tudom, hogy mit kellene verni. De ugye mondjuk azt beszéltük meg, hogy még veszünk tyúkolakat, mert igazából az lenne a nagy üzlet. Mert ugye akkor, hogyha dupla ennyi tyúkolunk lenne, mert ugye megtelik ez is, meg majdnem ugye tényleg dupla ennyi lenne, akkor már is mennyi pénzt ilyen 1 milliót tudnál egy ilyen úgymond vetésforgó alatt így bekeresni, ami szerintem azért elég epikus lenne. Azért ez nem kis pálya ennyi. És erre a 30 darab raklap felfér, ez a portkocsi, ez teljesen jó. Csak örülök, látjátok, mindjárt lesz egy kis pénzünk. Ja, csak vissza kell fizetni 150 ezeret, úgyhogy ezt eladtam, akkor vissza is fizetem a 150 ezeret, gyerekek. Még nehogy elfelejtsük, mert ezelőtt is elfelejtettem, nem is tudom, a sorskártyát, ugye eladtam a helikoptert. De hát igazából nem vettünk az árán semmit, szóval most ennek a résznek az elején adnám, mert akkor se történne semmi. Nem azért adtam el egyébként a helikoptert, mert most kellett kenyérre a pénzt, egyszerűen elfelejtettem. De aztán megint olyan őrület lett, ilyen csomóan írták, hogy jaj, mert csalok, meg mit tudom én, mert a sorskártyát, csalok, mert nem tartottam be a sorskártyát. De hát figyelj, eladtam azt a helikoptert, oh my god. Hát, és a pénz meg megmaradt, tehát nem nyertem vele semmit, csak egyszerűen elfelejtettem, és igazából semmi hasznot nem nyert, nem lett vele semmi hasznom, nem mindegy, nem is, inkább hagyjuk. Ezt úgy kell, hogy B, és akkor kellene rajta állítani, hogy ne oda rakja, hanem akkor rakja be, azt meg hogy kell? Előre, hátra, ponttal előleg. Csak az a baj nálam, a pont nem oda. Így, és akkor be tudod rakni oda kapásba, és akkor Z. Oda nézz, öcsém! Úristen! Figyeld, itt pakolja ki! És be is bagolt, bassza! Nem bírja! Nem bírja az engine! Oda nézzél, testvérem! De mi a szar? Mennyi? Mennyi? Jézus úristen! Nem bírom ki, hogy ennyi! Mennyi pénz az, mennyit kerestük, és még mindig van. Mi ott van?
Oda néz! Jézus! Jézus! Jézus Mária! Ne! 666 ezer majdnem pontosan! 666.009! Jaj, a sátán száma! Az ördög! Nem hiszed el, hogy pont annyi egyébként, durva. Na, föl kéne szedni az üres raklapokat, haza kellene vinni, aztán igazából időt nem pörgetünk, akkor nem is olyan fontos most berakni, hanem inkább el kellene kezdeni aratni. Jézus, dikallor, ez durva volt. 66 ezeret keres. Gyakorlatilag ugye mínuszban voltunk, úgyhogy több mint 66 ezeret kerestünk gyerekek. Az nagyon epiká. Most nem, tényleg mindenféle íze, vagy megint írjátok, hogy micsoda egoista, hogy hát 666 ezeret kerestünk. Vagy 670 ezeret, vagy mennyi. Jó, hát akkor kapásból én levonom magamtól az uzsorát. Ami mínusz. Mínusz 150. 1, 2, 3 ezer. És így is maradt 516 ezer. Jó, 500, jó van. Gyerekek, uzsorakon van kifizetve, így is maradt 516 ezrünk, és még nem arattunk. És még nem arattunk. Gyerekek, egg peak. Be kellene a tyúkokhoz, hogy hú, megvan a megoldás, hogy hogy tudom eltüntetni a pótból a gabonát. Mindjárt meg is csináljuk, gyerekek. Hú, hallod? Komolyan mondom, azért figyeljetek, kétszer ennyi tyúkuk lesz. Akkor képzeljétek, mennyi... Jaj, már majdnem kétszer ennyit tudsz ugye lerakni. 10 darab tyúkolról gondolkodtunk. A 10 darab tyúkolnál, hát hogy kétszer ennyi pénzt össze tudsz szedni egy vetésforgó alatt. Egy ilyen millió, más 1,2 milliót. Képzeljétek, milyen gyorsan be fog indulni. A TSC, a TSC. Nagyon-nagyon megy. Egyébként mit keres? Mit keres? Mit keres? Mit keres itt föl ez a magos zsák? Hát mi a szar, gyerke? Ez hogy került ide? Valami mellett elmentünk, fölkaptuk, öcsém. Te fiú. Jaj, nagyobb ívbe kellett volna fordulni, igen. Figyelni kell erre a pótra. Te Isten, hallod, egy magos zsákot is elhoztunk. Valahonnan, nem tudom, hogy honnan. Ezt a betyárvés terét. Ja, oké. Valahova ide középre kell lerakni, ugye? Hát a középre az valahol itt lesz majd. Várj, 2, 4... Jézus Isten, 2, 4, 5, itt lesz. Várj, 1, 2, 3, 4, 5... Pont itt van a közepe. Azért az kemény, nem? Öcsém. Hallod? Hogy itt lesz a közepe. Mert innen meg ugye még nem ittunk semmit. Várjatok, azt kellene csinálnom. Hey, bocs. Kuc. Azt kellene csinálnom. Bocs, hogy egyébként még mindig a csirke óra gyűjtünk, költünk, de ugye minél nagyobb bevételt tudunk generálni, minél több csirke ólunk van, gondolom, ez most már így tök látni. Szóval kicsit küzdünk azzal, hogy még rakunk le. Egyébként rájöttem, hogy hogy lehet megcsinálni pontosan azt, hogy egy sorba tudjuk rakni, oké? Okay? Figyeljetek, mindjárt megmutatja a keeper. De komolyan tök jó, szerintem tök rájöttem, hogy ez hogy lehetne. Így megcsinálod az ecsetméretet, és akkor azt csinálod, hogy addig húzol egy csíkot, mondjuk innen, így, és akkor ez mögé kell leraknod, érted? Ez mögé, a csík mögé. És utána az ugye el tudod tüntetni, vagy el is tűnik, amikor leraktad, szóval egyáltalán nem problém. De mégis ugye végig tudjuk rakni egyenesen, és akkor nem, nincs az, hogy így belekeveredünk, tök szar lesz. Úgyhogy de most meg akarom venni a maradék csirkeólokat, ugye ez el fog tartani nagyon sokáig. De valószínű, hogy úgy fogom megvenni, hogy egyesével, és akkor a krazzal be tudom öntözni sorba azokba is a gabonát, a kaját, ugye. Ez nem tudom, meddig fog eltartani egyenlőre. Hát szerintem passz, lehet, hogy ez el fog teljesen a végéig. Na most látjátok, hogy minek a francnak kellett ekkora hatalmas plac, gondolom, most már azért így érződik. Oké, elhelyeztető tárgyak állatólag, én figyelj, mentek egyet, akármi is történik, mert az a baj, hogyha nem mentesz, és ugye nem tudod visszaverni, szóval itt akkor lesznek problémák. Jó, egyelőre ugye, és egyébként ugye később meg fogjuk csinálni az egészet, át fogjuk festeni, nem kerül semmibe szinte, mert sokan azon voltak kiakadva, jaj, az mennyibe fog kerülni, semmibe.
abszolút semmiben nem kerül, mit tudom, pár tízezerbe kerül, hát az meg le van szarva. Egy 1 milliárd eurós kihívás a sorozatban. Nem hiszem, hogy a talaj átfestése, meg egy kis módosítása kerül, hogy olyan hatalmas összeget emésztene fel, hogy ezt nem tudnánk kifizetni. Oké, és akkor úgy szoktuk, ugye, hogy így. És akkor ugye az a lényeg, hogy oda kellene rakni, ahhoz. Valahogy így. Jaj, nem, ha megint kezdi, hallod? Várja. Nem, ha megint kezdi, és... ez hihetetlen, öcsém. Ez hihetetlen! Na most meg lerakta, jó. Nagyjából jó. Oké, lerakta, de hát nem vagyok boldog tőle. Nem tudok odaállni majd a krosszal jobban. Nem tudom egyébként ez miért csinálja. Kb. Egy vonalban van. Hát egy icipicit hátrébb van, de egyébként csak oda engedte. Nem tudom miért nem engedte oda előbbre. Nem a festéstől, úgyhogy ne ijedjetek meg, mert ez alatt is így csinálta. Jó. És akkor most megvan 7, ugye? 2, 4, 6, 7. Tehát még le kellene raknunk nekünk még 3 darabot, csak ugye hozom a gabonást, és akkor beleöntözöm, csak ugye csirkéket is kellene leraknom, hát ja, van egy csomó dolgom. Addig nem indítom el az aratásnál, teljesen felesleges, ugye? Mert úgyse tudom kiszolgálni a gépeket. Szóval nem ilyen lesz, hogy most itt kicsit tököléses lesz. Jó, srácok. Van 450 ezerünk, szóval bőven le fogjuk rakni a 7 darabot. Jó, egy most egy makulkányit hátrébb van, az le van szarva. Gyerekek, a 33 tízesen merül. Beszereztem egy 33 tízest, hanem 35 vagy 34 tízest. Régi nyomógombos telefon, valahogy ilyen retro feelingem volt, aztán mondta az egyik ismerősem, hogy van neki, azt elhozta. Mennyivel került hátrébb? Hát az elég jó, hogy rohadjon meg, megszivatja a keepert. Igen, kell bele csukokat is venni, mert különben nem nagyon akarja a jót. Nincs ki mászt is. Oké. És akkor megint megyünk 400-at? Azt mondjátok? Jó, akkor megyünk 400-at. Bocs, de ezzel elmegy az idő, de hát utána ez horribilis pénzeket fog keresni. A marhákról nem is beszélve, ugye utána ki fogunk alakítani marha istálókat, viszont ugye hát abból valószínűleg nem fog ideférni 10, hanem jóval kevesebb, de viszont nagyon sok fajta modifikált tején istálót kaptam, hogyha gondoljátok, akkor küldhettek is még, mert egyébként ha megvan a 10 csirkeol, ugye most megvan, innentől ugye azt beszéltük, hogy izé lesz gépfejlesztés, de ilyen extrém, nagyon brutál, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon brutál gépeket. Tehát próbáljuk meg úgy megcsinálni ezt a területet, amiről beszéltünk, hogy a lehető legerősebb gépeket tudjuk ide szervírozni. Jó. Oké, hát legyen ennyi, meg veszünk egy kakast, egyébként itt orrérhezik a kakas. Azt vágjátok, hogy így. Itt mászkáltam a gameplayen kívül, azt itt ordítozott. Jó, hát nem tudom, egy 20 centivel hátrébb annyi baj legyen. Most már bele tudom önteni. Egyébként ezt szeretem, hogy itt van, mert akkor így látni konkrétan, hogy mennyi van benne. Valószínűleg nem nagyon tudnék ideállni, hogyha... Az ugye... Jó. És akkor menjen bele annyi, amennyit csak bír. Az nyeli, öcsém! Az nyeli, öcsém! Jó, nem baj, legalább lesz benne bőven. De egyébként érdekes, mert a betonszegély az meg pont egy vonalban van. Bár azt lehet, hogy hátul nem. Na, akkor jöhet a következő, ugye? Állatul, hát 3-at még le tudok rakni, és meg igazán már is van rá a pénzem, szóval miért ne? Jó, akkor ide jöhet a következő. Oda nézzetek, ezt szerintem tök jól befordítottam. Nem hiszed el, alatt pont befordította a keeper. Ez lehet, hogy akkor ugyanúgy próbáljuk meg. És megint kezdi ezt a ide nem rakhatod, oda nem rakhatod dolgot, ezt megőrítem. De miért? Why? És a kamion miatt? Mert ott van? Vagy mi? Lehet, hogy előbb állok az a kamion. Nyergessel? Nem tudom. Egyszerűen nem ért, nem jövök rá egyébként, hogy ezt miért csinálja. Bocs, srácok, hogy itt ilyen tökölészés van. Tökölészés, de igazából erre akarnék költeni, érted? Erre lenne szükségem, és nem tudom, hogy miért csinálja ezt a tökörészést.
hogy nem ugyanabban a szögbe vagyok, hogy arra seprő, hogy a gyerekek komolyan mondnak. Próbálkozunk, az valami lesz, nem? Most megnézzük most. És nem, várjál, messzebbről. Soha nem lehet tudni, hogy miért komolyan egy ilyen játékban. Az a baj, hogy pont úgy rakja le, amikor már tök nem akarnád. Várjál, megpróbálom messzebbről, vagy nem tudom. Nem. Háromnak kell elférnie, úgyhogy... Megőrj itt. Ugye esküszöm, srácok, ez annyira meg tud vadítani, hát... Nem a színezés, higgyetek nekem. Aj, nem, ami így csinál, miért nem? Miért nem? Mi van ma? Lerakta az megint egy picit hátrébb, nem? Nem. Érdekes. Igen, komolyan mondom, ez egy kicsit vadul a kettő. Hogy miért, ami kettőt rakja le, aztán már felejthetjük egymást. Nem tudom, nem, egyszerűen nem értem, de nem baj, semmi gond, gyerekek. Várjátok, odaállok, utána akkor megveszünk a tyúkokat belé. Azt mehet tovább az egész projekt. Mert 2, 4, 6, 8, és akkor még 2. Gyakorlatilag majdnem elér a végéig. Úristen, mekkora telep, hallod? Mekkora telep? Nagyon brutális, nem? Nagyon megőrült a képer, meg megbalandult. Ugye tudom, hogy még nem lehet, tyúkok először venni. Hát az ilyen srácok muszáj megcsinálni, gondolom gameplay-en kívül nem akartok semmit így nézni már, mint... Most akkor nem értelme, ne nyisd ki ajtót, nyisd ki ajtót, meg a másik oldalt is majd ki kell. Azt is szeretnék. Csike! Ja, az a lényeg, hogy akkor megint. 400 darab csirke, és akkor igazából még két-kettő istáló, vagy hát istálónak lehet nevezni ezt. Inkább ólnak, bár igazából ilyen nagy dög. Hangár. És akkor igen, akkor már maximalizáljuk a csirkéknek a termelését. Hát 5000 darab csirke. 5000 darab csirke. De abszolút egyébként nem nagy ez a hangár, ugye 500 csirkének. Mert meg egyáltalán nem csites, mert ugye nem is tudom, hogy mekkora van. 300-as óra játék balabba, sokkal olcsóbb, szóval meg tudod csinálni nem modol dolgokkal, és ez nem csites egyáltalán. Egyébként a legkellemesebb ebbe az olba, egy a kinézete szerintem ilyen tök fain, tök jól néz ki, kicsit hasonlít ilyen százas istáló stílushoz, ugye ami Magyarországon volt a marháknál, most meg ugye használják mindenre is. Oké. És a másik, meg az, hogy ugye egy oldalon van a betöltés, egy oldalon van a kivétel, és ez nekem azért nem annyira kevés, nem, azért tetszik. Várjátok, ebbe lehet, hogy nem kell olyan sokat. Így. Meg is állítottam, nem raktam bele olyan extrém sokat, mindjárt beáll, még egyet megpróbálunk lerakni. Egyébként egész jó sorban vannak, kicsit mint hátrébb lenne ez a kettő. De hát nem a festés, de a lefestett terület az lényegtelen ebben a játékban. Nem tudom egyébként, hogy miért csinálja, de hát ez ilyen. Szívni kell vele, minden nem lett tökéletes. Ja, csak nehogy fordítva rakjam le, mert ugye default így akarja lerakni. Úgyhogy fordítsuk át, mert ugye az a baj, bukod a pénzt mindenképpen, érted, hogy mi a dolog, mi a dörgés. Így, behajtjuk, jó, berakjuk az út mellé, és megint nem rakja le az a távolabb, egy kicsit, vagy az a baj, vagy szóval nem tudom elképzelni, hogy... és nézd oda, távolabb meg lerakta. De és elől látod? Mármint, hogy nem hátrébb, hanem távolabb, lehet, hogy az volt a baj, hogy túl közel volt. Nem tudom elképzelni, nem baj. Annyira nincs távol, hogy kilógjon a sorba, hogy akkor csak egy... Hogyha Minecraftoznánk, akkor egy blokk szélességgel. De nem baj, hogy el lehet menni közte. Ez itt tökéletes. Igazából szeretem a szimetriát, meg mindent. Ez még pontosan belefér. Na, mennyi pénzünk van? Még van 268 ezerünk, gyerekek. Az nagyon jó. El fogunk csaszni még körülbelül. Még mindig maradt 150 ezerünk. Visszafizettük az adósságot. Perfekt minden, meg még nincs learadva ugye a gabona. A gabonából szerintem bejön minimum egy 100 ezer. Tojásokat egyébként. Egyelőre azt csinálom, hogy a tojásokat és raklapokat nem kezdem itt pakolni, hanem gameplay-en kívül majd bepakolom. Jó, srácok? Időt nem pörgetünk, meg ilyesmit, nem tudom, azt
Nem fogok csalni, nem hiszem, hogy nagyon értem bele, de főleg ilyen mennyiket, ilyen izéket, ilyen 1-2 ezreket becsaljak, vagy mit csaljak be, nem csalok be. Le lehet ellenőrizni mindig, jó? Nehogy valami ilyesmi szó érje a ház elejét, mert akkor megőrülök. Oké, sorskártya nem hatott ránk, nehogy elfelejtsem azt is, mert azért is kaptam. Jó. Ó, oda nézzék, meg tudta állítani ki. Nehogy véletlenül egyszer ide megy a kakast 200 darabot, már megőrül. Oké, akkor jöhet a cross, és akkor már csak egy darab ól. Oda nézzék, mennyi volt egy Jézus Isten, hallod? És most akkor nézd meg, hogy mekkora terület. Nézd meg már. Hallod? És ugye túloldalra ide meg jönnek a marhák. Hát nem tudom egyébként, a disznó az itt el fog férni, vagy pedig megint kell neki egy külön szekció. Elképzelhető egyébként, hogy még egy szekciót kell képernek alakítani. Itt 10%-át kéne ebbe beleönteni, kb. Vagyis 9-et jobban mondva, hogy fele. Jó, így. Na. Egy 8%, jó van, jó, azért sikerült lecseszni. Semmi probléma, gyerekek, még 5000-re megy a másikba is, és következőben már mindenképpen kell búzát, majdnem, hogy még kevés is lesz a búzák, nem is gondoltam volna, hogy ennyire meglódul itt a termelés. Úr is, de nagyon-nagyon brutál. Nagyon brutál. Most nem, gyerekek, nem durva? Én nem tudom, én valamilyen szinten büszke vagyok erre, hogy így ezt így összehoztuk, hogy ekkora ideje, ekkora telepet itt. Jó, 60 rész, meg nem tudom, szerintem vagy 80 óránk már benne van. Szóval azért nem olyan kevés. Megint megpróbálom ide bellé rakni. Nem rakja, figyelj, most egy kicsit távolabb. Még egy kicsit távolabb. Még egy kicsit távolabb. Nem, figyeld. Nem, érdekes. Ez annyira érdekes, hogy tök ugyanoda rakom le, és akkor 86-ot szóra meg sikerült. De legalább sikerült. És akkor 2, 4, 6, 8, 10 darab csirke, ol, Jézus Mária. Azért ez a epic kategória. Ez azért az epic kategória. És majdnem a végéig elértünk. Halljátok? Itt van a ide, itt a fás rész. Ide meg még ugye lehet, hogy kell valami bármilyen infrastruktúrát lerakni, szóval egyáltalán nem kicsi lesz ez a hely, meg egyáltalán nem lesz csúnya, csak egyelőre még csúnya, mert azért végtelen pénzzel nincs a képernek, ahogy ugye beszéltem erről már. 177 000, jó, egy olyan 150 000 még megmarad is. Viszont a pót az jó, mert kiürült, ugye? A 60 000-es pót az úgy ürült ki, halljátok, hogy alig tudtam adni az utolsó csirkéknek. Ez nagyon durva, belegondoltok. Úgyhogy ide azért kell, ide kell cucc. Ide nagyon sok cucc kell, ugye ide kell akkor siló bővítés mindenképp. Mert ez nagyon kevés, ez kevés volt, persze. Halljátok, egy vetésforgulat meg, mind a sáskák összeregeznek mindent. Halljátok, most azon gondolkodok, hogy mennyi, 60 tonna, nehogy már megegyenek érted egy ideje alatt, egy nap alatt a csirkék. Azért ezek tényleg olyanok, mint a sáskák, ez nagyon durva. Hát ennyit nem ehetnének meg. Nekem ez egy kicsit sok. 60 tonnát megesznek, bassz, két nap ezek a csirkék, 60 tonnát. Azért közi, cuki vagy. Igen, és alsó üdítéses, ezt nem fogom tudni használni itt csirkeltetésre, mert amúgy nem fogok tudni így odaállni, mert ott van a légkondi, meg minden, valószínűleg, hogy nem fogom tudni használni. Úgyhogy eléggé szívás lesz. Jó, viszont a csirketelep az azt a betyár hallod. Hát nézzétek, hova raktam le a raklapot, azt hittük, hogy odané. Nem megőrülsz. Nagyon epik, nem? Most nem van, egy súú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 
mennyi, hogy állnak a kajával. 5000, 6000, 13000, 19000, 10000, 11000, 9000, 6000, 11000. Elvileg át lehet őket nevezni, és át is akarom. Egy 1-esó, 2-esó, 3-esó, 4-esó. Egyébként jó, ezek ki fogják bírni. Na gyerekek, akkor következő szituáció van. Neki kellene állni aratni, és abból ugye még jön be pénzünk. Na, miért ne jönne, ne viccelj, testvérem az úrba. Itt van még benne a... Még a klassz. Meg a másik Don. Jó. A Don Quixote-t kivisszük. Ugye még egész jó... Ja, figyelj, elmentem a Donig, arra néztem rá, tök közel voltam hozzá, erre beszálltok a klasszba. Jó, egy fene barátom, egy fene. Legjobb növekedési stádium, nagyon kíváncsi leszek, mennyit fogunk ezért kaszálni.
Fú, és így hű, apám, hallod? Mennyi izé van, mennyi minden történik egy ilyen részben. Az oszlop. És ugye azt mondtam, 10 darab csirke, ahol megvan, akkor csak a gépfejlesztés. Ja, majdnem azt mondtam, hogy ide rendezett szárszórás bekapcsolva, hát elég érdekes volna. Jó, ez jól jön, megyünk a másik Donért. Azt oda-vissza megküldjük a Don, meg ugye függőlegesen. Aztán mindjárt tökéletes lesz. Nem fogok most egyelőre kombányt venni, hanem tényleg megpróbálunk a legnagyobbakra rámenni, jó gyerekek? Valószínűleg be fogok rakni modpakkot, hogy azért legyenek olyan kombájnok is, amik nem modoltak, hogy mondjam, mondjuk klasszok. És akkor azt fogjuk csinálni, gyerekek, hogy azok kaveretjük. Oké, ez mehet. Hogy van? Hol van? Ott van, még messze van. Oké, ő is mehet. És akkor jön a klassz, azt meg megküldjük vissza. Oké, mehet. Jön a klasszocska. És ő meg megfordul. Tök jó. Jó, ráéreztünk, egész jó. Nézzük a százalékokat. Elég lassan fognak telni, ugye mivel szójáról beszélünk. De semmi baj nincs, legalább logisztikailag egy kicsit fellélegezhetünk ma. Ugye megfordítom, megküldöm arra, aztán elhozzuk a közepére, ő meg középen fog aratni. Aztán igazából tök jól működik itt minden. Igen, gépfejlesztés lesz. Nyérre. És utána fogunk rámenni. Azok a földek öcsék. Baza, nehogy már be vannak érve. Árpa van rajt, meg mi? Zab. Árpa, minden együtt, várjál? És mind be van nő érve. Ajja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 jj
149 ezer. Az árpásokat meg kellene venni, várja, ezen meg... Mennyi pénzünk van? Mennyi pénzünk maradt? 85 ezer. 89 ezer. El kell adni, gyerekek, és meg kell venni az árpás földeket, le tudjuk egyből csapni, oda tudjuk adni a csirkéknek. Úgyis azok a földek kellenek mindenképpen. Ez jó volt erre lecsapni, gyerekek. Az meg mi, megy minden kombány, jó. Az jó volt erre ezekre lecsapni. Mivel ugye egyből le tudjuk aratni, az tök jó lenne. Ez meg, oké, érjék, nagyon jó. Ezt meg megküldjük mindjárt fölfele valahol. Mert azokat a földeket mindenképpen meg akarjuk venni. Ugye ott akarjuk a sílót megcsinálni ugye marháknak. Úgyhogy gyerekek, az egy nagyon jó vétel, hogy pont be vannak érve, és nagyon nyíjra vannak érve. És abból kapásból, ha learatjuk, akkor már tudunk ugye a csirkéknek. Tehát akkor ezen a földön tudok valószínűleg majd... Jó lesz, jó van, gyerekek, nyugodjunk meg egy pillanatra. Jó lenne, hogyha meg tudnám venni a következő földet minimum. Fú, kellene üríteni, ki kéne hozni mindenképpen a craszt földszélibe. Meg kellene nézni, hogy megy a bab. A babacska. Hát, 2500 egyébként az jó ár. És a gabona malomba az meg pont itt van mellettünk, vagy pedig az a... az pont itt van mellettünk, nagyon sokat nem kell foglalkozni. Jó, 2500 az nagyon jó ár, olyan 2600, nem mondjuk ma volt már 3000 is, nem srácok. De az a baj, hogyha förgetek az időbe, annyit össze kéne szedni, hogy már lett a lévő földet mindenképp megvenni. Ez az amot nem tudom, ezt esetleg, mondjuk ezt is érdemes lenne megvenni. Csináljunk pénzt minél gyorsabban, időpörgetés nélkül. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz itt a szitkó, jó? Én úgy gondolom, hogy ez jó lesz. Itt hagyjuk, kihozzuk ugye az ifabifát, és azzal fogjuk csapatni nekünk. Ugye be kiordani földszélére. Jó! Nem tudjuk földszélére, baza, izébe kell. Silóba kell. Ezért kell. Ó, silóba kell. Silóba.
Mindegy, jó, oké, silóba lesz. De hülye vagyok, azt hiszem, hogy mindig, hogy izé, már van átrakókocsim, azt nagy lószad van. Gyerekek, ezzel meg driftelek, hallod? Driftelő. Jó, gyere, adjál. Gyorsan meg kellene csinálni annyi pénzt, hogy ezt az a két első, a második földet, meg az elsőt is össze meg lehetne vennünk. Mármint az a jó, hogy jó az időzítés, és jó cuccok is vannak rajt. Érdekes a textúrája itt ennek. Jó, jó, jó. Oké. Okay. Megyünk minden együtt, elvesszük. Egyébként az idővel az ifával is el tudnék gyorsan vinni annyit. Sőt, lehet, hogy el is fogom vinni. Hát itt van egy köpésre, gyakorlatilag átmegyek itt az úton, az kész, ott is vagyunk. Úgyhogy lehet, hogy az ifával fogunk menni egy kört. Ja, az ifával bőven meg is tudom. Baza, milyen izék, milyen drifteket lehet nyomni. Ez jó lassan fog üríteni. Jó, csapassuk tele, azt adjuk el. Adjunk el addig, hogy tudjak megvenni a földeket, jó? És akkor ugye át tudunk menni oda ratni. Nagyon jó vagyunk, nagyon mászlisták vagyunk. Gyerekek, egy ilyen részben azért extrém sokat tudunk fejlődni, hogyha megfigyelitek. Mindjárt megyünk a izéhez, másik domhoz, és el is adok egyből. Remélem, hogy nem fog leszáradni a föld. Na, ugye ilyenkor is megy az idő, csak nagyon lassan, ilyenkor elvileg nem is tudom, a real time, hogyha jól sejtem. Úgyhogy gyerekek. Egyébként ezen a telepen, nem tudom, hogy a gépek miatt, de jobban lagol, mint a másikon, ahol rengeteg all van. Gyorsan, gyorsan, gyorsan adjad neki. Figyeljetek, itt az izé, ez mennyi? 10 000? Akkor ez egy ilyen adag, nem is 10 000, hanem még több, de 10 000. Akkor ez 25 000-re tér egy ilyen kanyar. Gyorsan kimegyünk, eladjuk. Próbálunk annyit összeszedni, hogy a következő földeket. És akkor megvan a csirkének ugye a cucc. És akkor ugye nem kell vetnem még egyszer. Az lenne jó, az összeset meg tudnám venni, csak nem lesz annyi pénzünk sajnos. Mondjuk ezt erről azért lejön ám le lóvé. Hát, hogy földeket megveszünk, és utána akkor a gépfejlesztés, akkor milyen frankó lenne. Egyébként nincs valami földünk, amit el tudnánk adni? Nincs semmi olyan, amit el tudnánk adni. Ugye egyébként olyan lassan érünk ki, na végre. Na végre. Attól félek egyébként, hogy le fog arattódni ez a sok föld. Ugye ezek meg mennek összeszántásra, miután learadtuk. Aztán valószínűleg lehet, hogy először gyöppöt fogunk. És akkor legyen egy csomó, ugye a széna kell lenne nekem. Mondjuk a füvem lenne, ugye azt be tudnám ugye szórnézébe is. Bunkersilóba is. Szillást csinálni, mert ugye a fűből is lehet. És lehetne ugye a szénát is abból. Gyakorlatilag kaszálót lenne érdemes készítenem ide. Tudom egyébként, hogy más szecskából jobban jönne nekem a bunker silóba a szilás, de ugye tudom azt azért csinálni. Meg ugye azt soha nem kell újra vetned, ugye a fű az azért tök jó. Hogy ezt nem veted újra, hanem akkor az konkrétan az újra nő. És lehet, hogy egy hatalmas kaszáló tud a csapatunk. Meg a fölötte lévő föld, ami ugye a vasút alatt van, az meg default kaszáló már. Na várjatok. Bocs, ez fakereszt, de rá kellene mennünk itt a földekre. És most a hatosra fáj a fogam. Azért, mert ugye azon nekünk jó cucc van. Oké? Okay? Mennyibe kerül a 4-es? Nézzük meg. A 4-es 37 000-be is van 23 ezrünk. Úgyhogy a 4-est is mindjárt megvesszük. Gyerekek, ez lesz. Hú, hát ez most nagyon jó egyébként. Nagyon örülök neki, hogy sikerül. Ezt nagyon kifogtuk. Így ránézek, mondom, bazza, ez be van érve, mint az összes egyszerre. Ez akkora mázli szerintem, mert ugye ilyen random, így össze-vissza érnek be. Szóval ez most, ez tök szerencsénk van ezzel kapcsolatban. Hú, örülök neki, gyerekek, örülök neki. Ú, de jó, ú, de szerencsénk van, gyerekek. Figyeljetek, megvan az összes tyúkol, meg lesznek a földek, meg még... Az nagyon durva. Ez nagyon durva. Na menjünk vissza, megint ürítünk egyet, szerintem meg is lesz akkor a következő. Az a kettő, mert a miénk, ez is meg lesz. És valószínűleg esélyesnek látom, hogy meg lesz a következő föld is, tehát az összes föld ott meg lesz. Úristen, gyerekek, hogy fölpörögnek az események? Ilyen izéket tudunk költeni, ilyen
ilyen félmilliókat akár egy részbe, ami tudom, hogy egy, még lehetne sokkal több is, de na menjünk a másikhoz inkább. Nem, ebben a sorrendben be kellett volna mindegy, mert úgy, de viszont az jó, mert erre fogunk menni. Jaj, de jó, hallod? Ez ilyen szombat reggeli résznek, ez ilyen tökéletes, úgy érzem. Jó lenne, megállná, megállná, mondom, nem áll meg az Istennek, és úgy utálom egyébként. Hú, gyerekek, nem áll meg az... Ez meg amire megfordul, legszívesebben kiszállnék, azt megfordítanám, mert még egy tolatgat, baze. Megpróbálok vele együtt tolatni, nem tudom, valami talál kisül ebből. Legalább nyissa ki a csövet. Megpróbálok vele együtt ide tolatni. Addig is ürítsen, amíg tolat. Mi van? Tolatás közben nem tudsz üríteni, vagy mi? Most meg megállítottam, jó? Amit nem állítottam meg. Oké. Borzalmasak ezek a gépjavítások, de egyébként jól dolgoznak. Na, a cél az, hogy ezt a négy földet össze kéne kapni, de nagyon örülnék neki. Négy földet egyszer, hallod? Itt már ilyen izék, ilyen... Tiszta ilyen mészáros lőrincek vagyunk. Hát, ha kellene nekem az a négy föld... Oké, Andikám, megveszem neked. Egy ilyen titulus kellene, hogyha sikerül megcsinálnom a kihívást, valami titulus hadd legyen. Valami, tudom én, valami titulus kell nekem, mészáros lőrinc, vagy valami, mindegy ilyen achievement. 1 milliárd eurót, aki eléri, az valamit, mit tudom én, valamint ilyen formában, ahogy én is csinálom, az valami titulus legyen neki meg, mit tudom én, farming szimulátor pápa, vagy sem tudja, vagy mészáros lőrinc, vagy valamilyen titulus ki kell, egy achievementet erre ki kell találni gyerekek a játékban. Oda nézze, és majdnem végigért a tyúkólag. Lehet, hogy még egy 11-et majd oda bökünk. Ugye be kell rakni a modot, hogy több ólat tudjál lerakni ide, meg akkor végig jönnek a marhák. Egyébként a disznó se lenne rossz. Az a baj, én a disznót azért nem preferálom, mindjárt elmondom, hogy miért. A termelékenység szempontjából én úgy gondolom, hogy a birka lenne jó. Vagy a marha. És megmondom, és a marhára miért jobban állnék rá, megmondom a frankót. A marhával kapcsolatban én azért állnék, miért nem szeretném a disznót? A disznót ugye az igazából csak neveled és eladod a hozamot, úgyhogy mindig ebből tudsz pénzt csinálni. Viszont az, hogy ugye a disznót azt el kéne szállítanod mindig azt a mennyiséget, hogyha nem akarsz például plusz költséget fizetni, akkor félig fúvarozhatod a disznókat, ugye? Mondjuk nagyon messze nem kéne vinni, de hogy ugyanod el ugye egyből a zolból, akkor ugye von le ilyen szállítási költséget, ott már buksz egy csomót. Elég macerás. Viszont a tej eladásba leginkább az lenne jó, mivel az egy tartályautóval viszed el, érted? Azt nem kell rakodnod, semmit nem kell. Kiveszed a tejet, elviszed, gyors, tiszta, egyszerű módszer. Igaz, hogy ugye a tejekkel meg sokat kell vinkódni, de ugye egyébként pont azt akartam, most arra akartam kitérni, mindjárt mondom. Ja, tudom, hogy nem a legjobb áron adjuk el ezt, viszont a cél a szentesíteni az eszközt, kell nekem az a föld. És ha belegondoltok, oké, hogyha nem is a legjobb áron adom el ezt, de hogyha ott learatok, akkor már is visszajön az, amit elbuknék itt. Értitek? Ha belepörgetnék, akkor már nem tudnám olyan áron megvenni azokat, vagy nem úgy tudnám megvenni azokat a földeket, érted? Itt mennek a dolgok keményen, ezen a földön, úristen, földek. És akkor jöhet a 4-es, és a 7-esre még kellene egy kis... És a 7-esre kellene nekem 149, ami valószínűleg, hogy nem fog összeérni már ebben a részbe. De kár, a 7-es, még a 7-est azt úgy éltem volna. Egyébként még nem biztos, hogy nem jön-e össze, az abot is ugye le tudom aratni. Ott, meg ugye egyébként a búzát is le tudnám, de, vagyis az árpát, de azt inkább a tyúkoknak hordanám be. Srácok, azért most így összejöttek a dolgok, én úgy érzem, nem? Belegondoltok, nem? Ugye élem, bírom ezt az egészet, tök jó közel tudott hordani. Egyébként, ha tudnék egy ilyen hátsó utat, amit ugye terveztünk, meg lesz is hátsó út, akkor még könnyebben le tudott hordani itt a dolgokat, szóval itt ez jó, frankó lesz szám. Higgyetek a keepernek, hogy nem lesz ez olyan elcseszett, meg majd fogunk alakítani ellen a telepen. Még egyébként olyan túl sokat nem fogjuk nézegetni, mert költözés lesz természetesen.
Nem vagyunk a távolihoz. Hát figyeljetek! 25.001 forduló, szerintem még ebbe benne van egy 5-6, hát mennyi? Mennyit adtunk le? Felét még nem. Ugye? Mennyit vittünk el? 2 fordulót? Hát szerintem ebben még... Aj, jó, csúszik. Driftelt! Jaj, ne, ez megint pont akkor, amikor itt fordul. Ja, lehet, hogy azt kellene, hogy... Én meg ki kéne termelni azt még. Az meg pont megint ugye nyílre be van érve. Egyébként ezt mondtam még, hogy itt van egy kaszáló, látod? 70.000-be. Egyébként ez mennyi? 149.000, csak azt tudnám, hogy miért. Ez nem ér annyit, hallok. Vaj, ez a föld, ez 71.000, hát ez még sokkal jobb, meg ez is 73. A 9, ja. Nem, egyébként ez nem tudom miért 149.000, az nem olyan túl kajak ez a föld. Ja, hát kaszálót akarok egyébként oda, igen. Viszont itt nézd meg, de mondjuk ez ilyen tagolt, meg ilyen árok, meg minden. Itt meg van egy erdő, 32.000-ért. Jó, itt ugye vasút van, azokat nem tudom mit csinálni vele. Egyébként lehetne azt csinálnom, azon a agyalok, hogy itt a kaszáló, itt meg lehetne mondjuk a más. Mondjuk a kukorica. De egyébként kaszálóval azon sokat nyernék. Kaszáló kellene. Egyébként itt meg kifogom cseszni innen a kerítést. És akkor ez hozzá lesz szánba ehhez a földhöz, és akkor ez annyival nagyobb lesz. Úgyhogy arra lehet számítani, ami ott a füves terület. Tudom, hogy fű van rajta, de belegondoltok, igazából tök mindegy, mert tök hamar elveted a füvet, azt utána mindig újra nő. Szóval azt lehet így dolgozni vele, lehet csinálni. Egyébként a fű is gyomosodhat? Azt nem tudom, srácok, hogy a fű is tud gyomosodni? Érdekes, mert igazából azt hiszem, hogy tud. De annak a trágyázottság kell, nem tudom, egyébként soha nem füvet, nem csináltam úgy kaszálót, hogy konkrétan a... Jaj, ez majd megint fordul. Ezek a fordulások, ezek tesznek a sírbe gyerekek. Na, figyeljetek, szerintem elbúcsúzom, és akkor a folytatás innen következik még a mai napon. Megpróbáljuk megvenni a következő földet is. Jók legyetek, sziasztok!